Köszöntöm nézőinket! Önök a Hajrá Sopran című műsorunkat látják. Mai adásunkban a SVAC hétvégi jótékonysági atlétika versenyéről számolunk be, majd stúdió vendégemmel a Soprani Sportiskola idei szezonjáról beszélgetek. Adásunk végén pedig a 12. IVV túranap összefoglalóját láthatják. Tartsanak velünk! Jótékonysági atlétika versenyt rendeztek a hétvégén az angerréti sporttelepen. A SVAC atlétika szakosztálya hirdette meg az eseményt azzal a céllal, hogy a nevezési díjakból befolyt összegből a közelmúltban kutyatámadásban megsérült Timi gyógyulását segítsék. A versenyen a legkisebb korosztály versenyzői 4 próbában állhattak rajthoz. A nemes célt a résztvevő gyerekek szülei mellett több soprani sportegyesület is felkarolta, így több 100 000 forintot tudtak átadni a családnak. Helyből távolugrás, kislabdahajítás, 60 méteres és 600 méteres futás szerepelt a versenyszámok között. A legkisebb atlétáknak hirdették meg szombat délelőtre a jótékonysági versenyt. Sopron több sportegyesületéből érkeztek a résztvevő gyerekek, akik U10 és U12-es korosztályokban mérették meg ügyességüket. A versenyt a kölyök atlétikai korosztály részére rendeztük, ez a 2016 és 13 között született gyerekeket érinti. A versenyszámok között 4 próba van, ami azt jelenti, hogy minden gyerek 4 versenyszámban méretteti meg tudását. Ezek a kislabdahajítás, a helyből távolugrás, a 60 méter és a 600 méter síkfutás, és a végén a pontszámok, a részpontszámok alapján összesítjük, és így kapunk végeredményt. A sportversenyt jótékonysági céllal szervezte a SVAC Egyesülete. A nevezési díjakból befolyt összeget annak az 5 éves kislánynak a gyógykezelésére ajánlották fel, aki a közelmúltban Sopronban kutyatámadás áldozata lett. Timi családjának megsegítésére több sportegyesület is megmozdult és csatlakozott a kezdeményezéshez. Egy pár hónapja Sopronban történt egy sajnálatos kutyatámadás, amelynek áldozata egy 5 éves soproni kislány volt. Az ő megsegítésére, illetve az ő családjának a megsegítésére találtuk ki ezt a versenyt. A tavalyi évben is volt már egy kölyök atlétikai versenyünk, és azt gondoltuk, hogy az idejében ezt a versenyt úgy rendezzük meg, hogy legyen egy nemes célja. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a soproni kislány megsegítésére szinte az egész soproni sporttársadalom összefogott, és ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog, hogy a sporttal, a versenyzéssel tudunk egy sérült kislányt támogatni. A kezdeményezéshez a Soproni Tigrisek Sportegyesülete is csatlakozott. A klubtól többen érkeztek, hogy részt vegyenek a versenyen, de az egyesület is hozzájárult a támogatáshoz. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a társadalmi szerepvállalás jegyében mi is megmutassuk magunkat, a mi gyerekeink is itt legyenek. Ezzel is kifejezve az együttérzést a sérült kislánynak és a családjának. Körülbelül egy másfél évvel ezelőtt volt a mi szervezésünkben is egy hasonló megmozdulás, ott pedig a sérült budapesti rendőrnek szerveztünk gyűjtést, ott pedig a Soproni FAC játékosai is részt vettek. Úgyhogy ez is bizonyítja, hogy ahol tudunk, ott segítünk egymásnak, és főleg egy ilyen fontos eseményen ott a helyünk. A jótékonysági sportversenyen több 100 000 forint gyűlt össze a résztvevő gyerekek szüleinek és a kezdeményezéshez csatlakozó sportegyesületek jóvoltából. Az összeget az 5 éves Timi további gyógykezelésére fordítják. Kosárlabda téma a Hajrá Sopronban. Sikeres szezon zárta a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia. Dr. Szekeres Csaba elnökkel értékeljük a mögöttünk álló időszakot, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és kezdjük azzal, hogy mindenképpen sikeres szezonnak mondható a mögöttünk álló is, hiszen az U18-as csapat egy nagyszerű eredményt ért el, ezüstérmet szerzett. Igen, nagyon örültünk ennek az éremnek. Pécsett volt az országos döntő. Alapszakasz győztesként kerültünk be a döntőbe, a 8-as döntőbe, és igazándiból a döntőben a Nemzeti Akadémiától, Pécsi Rádgéber Nemzeti Akadémiától szenvedtünk vereséget egy igazán jó mérkőzésen.
A helyzet értékeléshez mindenképpen hozzátartozik az, hogy sajnos a döntő előtt két játékosunk is, két kulcsemberünk is megsérült, ezért egy kicsit tartalékosan tudtunk felelni, de ennek ellenére azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, és az egész szezont pozitívan értékelhetjük. Ami talán ennél is fontosabb, hogy a döntő mérkőzés legértékesebb játékosa Flasher Zalán lett, akiről azért érdemes azt elmondani, hogy egy évvel fiatalabb az U18-as korosztálynál, tehát jelenleg 17 éves, és a jövő évtől, az idén már bemutatkozott az SKC felnőtt csapatában, a jövő évtől pedig hivatásos sportolóként már a felnőtt csapat szerződött játékosa lesz. És mutatja az erőviszonyokat, és hogy mennyire kiélezett egy U18-as bajnokság is, hogy a sportiskola mondhatni úgy, hogy címvédőként lépett pályára, és közel állt az aranyéremhez, de itt nincsenek papírforma eredmények természetesen. Tehát itt ugyanolyan apró nüanszokon múlik minden, mint a felnőtt bajnokságban. Ez abszolút így van. Nyilván egy hasonló lebonyolítás van, mint a felnőtt bajnokságban, ahhoz nagyon hasonló. Tényleg nüanszokon múlik ez. Azt hiszem, hogy van mire szerénynek lenni a sportiskolának, hiszen kétszer egymás után országos bajnoki címet nyert az U18-as korosztályban, és reális lehetőségünk volt arra, hogy ezt harmadszor is megismételjük. Apró dolgokon múlott ez, ebből az egyik nagyon fontos szempont az volt, hogy a pécsiek hazai pályán játszhattak, de mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk annak a sok-sok szurkolónak, szülőnek, barátnak, akik a lelátóról bíztatták a soproni csapatot. Más fiatal együttesek is szépen szerepeltek az elmúlt szezonban, például az U14-es együttes a 7. helyen zárt, de így önmagában valaki azt mondja, hogy 7. hely, hát jó, persze, de ők tulajdonképpen mélyről verekedték föl magukat, és ezért is mondható sikeresnek ez a 7. helyezés. Igen, a serdülő bajnokságnak a lebonyolítási szisztémája alapján ez egy hatalmas teljesítmény, amit az U14-es csapat elért. Egy hosszú munkának az eredménye ez. Mi most már évek óta talán elsőként vezettük be, azóta sok más akadémián is átvették ezt a szisztémát, hogy a 13-14 éves korban egy 2 éves programot végzünk el a játékosokkal, és igazándiból ez 14 éves korra érik be. Na most ez a csapat a Csátaljai Barna és Csátaljai Gábor edzők vezetésével gyakorlatilag ennek a 2 éves munkának az eredményét aratta most le, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy rengeteg elismerést kaptunk más akadémiák vezetőitől, hogy ezekben a gyerekekben hatalmas nagy potenciál van. Nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon ügyesen játszanak, pontosan úgy, ahogy a serdülő korosztályban ezt tudni kell. Éppen ezért döntöttünk mi úgy, hogy megpróbálkozunk egy újabb újítással, és ezt a csapatot újabb 2 éven keresztül a képzésükre fókuszálva 2 éves programot állítunk össze nekik, tehát nem indítjuk el őket az U16-os bajnokságban A csapatként, hanem igenis arra fókuszálunk, hogy a fejlődésük továbbra is töretlen legyen. Azt még el kell mondanom az U14-es bajnokságról, hogy egy hajszál választotta el őket, hogy azt a csodát is megtegyék, hogy 4 közé jussanak ezek a fiúk, úgyhogy minden elismerésem nekik, és az a helyzet, hogy sok-sok szakember állítása szerint az egyik legnagyobb potenciál ebben a korosztályban, a soproni csapatban van. Erről is beszélgetünk még, hogy milyen tehetségek kerülhetnek fel a felnőtt csapatba, miként, mert itt egy együttműködés is alá lett írva a közelmúltban, de összességében, hogy a többi korosztályt, meg a többi csapatot is nézzük, milyenek értékeled ezt a szezont? Én azt gondolom, hogy ez egy jó szezon volt. Nyilvánvalóan az előző 1-2 évhez képest, amikor minden meghatározó U16-U18-as korosztályban is döntőben voltunk. Volt olyan év, ahol az U20-as korosztályjal is döntőben volt, mármint nagy döntőben, tehát az első két, tehát az igazi nagy döntőben játszottunk, arany vagy ezüstérmet nyertünk.
Ahhoz képest lehetne azt mondani, hogy ez egy visszafogottabb teljesítmény volt, de én egyáltalán nem így gondolom ezt. Én úgy gondolom, hogy egy szisztematikus munkának az eredménye tisztán látszik. Ha megnézzük a kisebb korosztályokat, az U11-es, U12-es korosztályt, akkor látszik, hogy az a korosztály, aki U12-ből most fölép a serdülő korosztályba, regionális szinten is egy nagyon erős korosztályunk. Tehát én egy pillanatig nem gondolkoznék el azon, hogy bármitől is tartanunk kellene, hogy esetleg a tehetségek kimerülnek. Sopronnak egy speciális adottsága van az én értelmezésem szerint. Sopronnak kosárlabda kultúrája van, ahol szinte mindenki valamilyen módon találkozik a kosárlabdával, aztán szülők felnőnek, játékosokból szülők lesznek, megszületnek a gyerekeik, és azt látjuk, hogy szinte mindig a lelátón olyan kosárlabdához kötődő, szorosan kötődő szülők ülnek, vagy nagyszülők ülnek, akik igazi utánpótlást tudnak biztosítani a soproni kosárlabdának. Én ezért hiszek abban, hogy ez egy egyedülálló dolog, ami országosan is, ami Sopronban van, és ami Sopronban adottság. Hogyha már egyedülálló, akkor a szülők és a soproni sportbarátok legnagyobb örömére létrejött egy olyan megállapodás, amely még inkább előrébb viheti a soproni kosárlabdázást, hiszen ebből, amit majd mindjárt elmondasz, miről is szól, én azt gondolom, hogy mindenki tud kamatoztatni. Igen, én ezzel maximálisan egyetértek. A lényeg az, hogy az MKOS, tehát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a kezdeményezésére és a soproni városvezetésnek a segítségével a Sopronban működő összes, kosárlabdában működő összes sportszervezet aláírt egy együttműködési megállapodást, a felnőttektől, a lányokon keresztül, az utánpótlás egyesületekig mindenki, és azért, hogy a soproni kosárlabda még magasabb szintre kerüljön, azért ennek a megállapodásnak lefektették az együttműködés alapjait. Ami számunkra talán a legfontosabb része ennek a megállapodásnak, az az, hogy a Soproni Sportiskola, Kosárlabda Akadémia és a Soproni Tigrisek, mint két fiú utánpótlás nevelő egyesület, megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia akadémiai szinten képez játékosokat, a Tigrisek pedig nem akadémiai szinten képez játékosokat, és ennek a megállapodásnak a keretében az U13-as korosztályban a Tigrisek a következő időszakban a három legtehetségesebb és akadémiai képzésre méltó játékosát átadja a Soproni Sportiskola részére. Ez az irány egyébként kölcsönös lesz, hogyha vannak olyan játékosok, akik nem akadémiai szintű képzésre szorulnának, azok a játékosok pedig a Tigrisekben tudják folytatni a pályafutásukat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő a soproni kosárlabdázás történetében. És sok a soproni tehetség, akik utána a felnőtt bajnokságban bizonyíthatnak. Flasár Zalán nevét már említettük, de itt még jó pár nép szóba jöhet, akik már most a soproni kosárlabda klubnál, az SKC-nál, az első osztályban játszanak. És azt gondolom, hogy ez mindent elárul, hogy tényleg soproni tehetségek vannak ott az NB1-es csapatban. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, ez mutatja igazán a munkánknak a gyümölcsét, ez mutatja azt, hogy jó úton járunk. Én azt hiszem, hogy nyilván nagyon fontos visszajelzés, hogy egy bajnoki arany vagy ezüstérem. Nagyon fontos visszajelzés a serdülőknek a hetedik helyezése, de ezek egy útnak az állomásai. Ezek az utánpótlásban elvégzett, vagy megszerzett eredmények, az elvégzett munka. Összességében azonban ennél sokkal fontosabb az, hogy kik azok a játékosok, akik a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiából kikerülve, az utánpótlást végigjárva méltóak lesznek arra, hogy a felnőtt csapatban szerepet kapjanak, szerződést kapjanak, megállják a helyüket. Ebből a szempontból én Flasár Zalán nevét, akit te is említettél, mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hiszen Zalán 17 évesen bemutatkozott az NB1 A-csoportban, nem is akárhogyan, az oroszlányi mérkőzésen kiváltotta a szakmai elismerést mindenféle szinten, ahogy egy felnőtt játékosokkal szemben 17 évesen megállt a helyét, de említhetnénk azokat a játékosokat, akik például Keller Bendegúz nevét, aki szintén hivatásos sportolói szerződést kap az SKC-től és az aktív keret része lesz, és rajta kívül egyébként Kovács Áron és Gadácsi Dávid is szerepel
Gáspár Potocsniknak a Noteszában, és ők is a felnőtt kerethez fognak csatlakozni. És hát, hogy még büszkébbek lehessünk, Bőszegeri ugye már a tavalyi évben is részese volt a felnőtt csapatnak, sajnos egy sérülés miatt ő neki az idei év még teljes egészében rehabilitációval fog telni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a felnőtt bajnokságokban való sportiskolás szereplés az egy egészen kiváló, nagyon szép jövőt fest a magyar, illetve a soproni utánpótlás képzésre, illetve a felnőtt csapatban való szereplésre. Magas színvonalú szakmai munka folyik egyébként a háttérben a soproni sportiskolánál. Itt dolgoztok együtt spanyol edzővel, görög edzővel, és hogyha már a görög edzőt említettem, nagyon komoly tervek vannak a jövőre, a közeljövőre nézve. Mesélj erről, hogy mi folyik a háttérben, illetve milyen tervek vannak az őszt illetően. Igen, ez a munka, ez a kapcsolatfelvétel körülbelül 2 évvel ezelőtt indult. Egy legendás görög kosárlabdázó az, aki megnyitott egy kaput előttünk a görög kosárlabda irányába, amit talán nem minden néző tud, hogy hol tart a görög kosárlabda. Az idén a Panathinaikos nyerte a Final Four-t az Euroligában, és az Olympiakos Piraeus, mint másik görög csapat, szintén a Final Four-ban volt. Tehát egy nagyon magas szintű kosárlabda képzésről beszélünk. Nekünk ez a görög kapcsolat, ez a Panathinaikosnak az első Euroliga győztes csapatának a tagja, aki erre specializálódott, hogy táborokat, egyéni képzéseket, tornákat szervez. Ennek keretében több felkészülési tornán részt vettünk már a döntők előtt különböző korosztályokban, és néhány nappal ezelőtt ért véget egy képzőtábor itt Sopronban, ahol 2 görög edző 15 kiemelt tehetségnek tartott egyéni képzést. A következő állomás ebben az együttműködésben egy nagyon-nagyon nagy, talán Sopronban még soha nem látott szintű nemzetközi kosárlabda torna, ahol a Panathinaikostól a Valencián át az Alba Berlinig várunk csapatokat külföldről. Reméljük, hogy ez a program ez szeptemberben össze fog jönni, és illetve nem reméljük, hanem tudjuk, hogy össze fog jönni, még egy komoly szervezést igényel, de például nyáron az U15-ös serdülődöntőben helytálló csapatunk Görögországban egy nyári táboron vesz részt az ő szervezésében, illetve Thessalonikibe fogunk ősszel szintén az U15-ös korosztállyal egy tornára utazni, egy nagy nemzetközi tornára. Hiszünk abban, hogy a magyar viszonyokból kilépve, nemzetközi szintre kimerészkedve, kikacsingatva a magyar kosárlabdának nagyon sokat tudunk segíteni, így a soproni sportiskolának is. És hiszek a nagyon fiatalokban is, mert hogyha kezdődik az ősz meg az iskola, ott is nagy feladatok elé néz a soproni sportiskola. Miről is van szó? Mi azt gondoljuk, hogy az utánpótlás képzésnek az alapja az egészen fiatal korban kezdődik, amikor megismertetjük a gyerekeket a kosárlabdával. Régóta működik az óvodától egyetemi kosárlabda programunk. Az óvi kosár programunk nagyon sikeres, ezt a lányokkal közösen szervezzük, és nagyon jól működő program. És most egy szinttel szeretnénk följebb lépni ebben. Megállapodás jött létre 4 városban működő általános iskolával és az őket felügyelő tankerülettel, hogy a kötelező testnevelés keretében ezekben az iskolákban heti 1 alkalommal a testnevelés órákon a sportiskola által delegált edzők útmutatásai és vezetése alapján kosárlabda specifikus képzést adunk a gyerekeknek. Mi azt gondoljuk, hogy minél előbb megismerkednek a kosárlabdával, minél előbb megszeretik ezt a játékot, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a később még ennél is nagyobb sikereket érjünk el, mint amiket eddig elértünk. Gratulálok ehhez a szezonhoz, és a jövőhöz is minden jót, sok sikert. Köszönöm szépen dr. Szekeres Csabának, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia elnökének, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a meghívást. Tizenkettedik alkalommal szerveztek IVV túranapot a soproni ünnepi hetek keretében. A résztvevők nevezéskor 3 táv közül választhattak. A túrát a Városi Szabadidő Sportszövetség természetjáró szakbizottsága szervezte.
Az időjárás is kedvezett a hétvégi IVV túra résztvevőinek, akik nevezéskor 7, 13 és 22 kilométeres távok közül választhattak. Az IVV túrák elsősorban a hobbi túrázók számára kínálnak szabadidős sportprogramokat. A természetjárók az Alsólővér utcából indultak útnak a soproni parkerdőbe. IVV túranap, ez a nemzetközi túranaptárban, a Nemzetközi Népsportszövetségnek az éves naptárában szereplő túra, amely a világnaptárban is szerepel a rendezvényünk, és ahhoz kapcsolódik teljes mértékben. Ez évente kétszer van ilyen túra rendezvényünk. Az eseményt már 12. alkalommal szervezte meg a Városi Szabadidősport Szövetség természetjáró szakbizottsága, és idén is a soproni ünnepi hetek részeként valósult meg. Ennyi fért a Hajrá Sopron mai adásába, remélem, hogy jól szórakoztak. Műsorunkat újra megnézhetik online felületeinken. Ne feledjék, továbbra is Hajrá Sopron, a viszontlátásra!